Az őszi fénynyugdíjas klubnál tett látogatást Ferenci Gábor polgármester és Dömötöri Melinda idős gondozással foglalkozó önkéntes azzal a céllal, hogy egy Ausztriában már jól működő koncepciót mutassanak be a klub tagjainak. Ferenci Gábor polgármester kifejtette, hogy szeretné a nyugdíjas klubot bevonni különböző városi programokba és egy jól működő közösséget kiépíteni. Szeretnénk egy koncepciót önök elé tárni, mégpedig az idős gondozással kapcsolatban. Én nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm itt a körömben Dömötöri Melindát, aki hosszabb ideje foglalkozik önkéntes alapon idősek gondozásával, tréningeket szervez a szépkorúaknak, és az ebbéli tapasztalatait mondaná el itt mindjártnak. Másrészt pedig én nekem is lenne egy-két elképzelésem, amit önökkel együtt szeretnénk idevecsezben megvalósítani. Én azt gondolom, a múlt heti találkozónk is hasznos volt, amikor az adventi rendezvénysorozatunkat kezdtük el felvázolni. Nyilván ebbe is szeretnénk önöket, mindannyiukat bevonni, és hát én bízom abban, hogy közösen tudunk minél több szép rendezvényt megszervezni, illetve előrelépéseket tudunk elérni majd a városban az idős gondozás területén is. Dömötöri Melinda idős gondozási önkéntes a program céljait és a tapasztalait osztotta meg a szépkorúakkal. Szeretettel köszöntök mindenkit, hogyha megengedik, bemaradok, de hogyha ott hátradok, akkor felállok. Jó, nyugodtan bármilyen, jó, elér oda a hang, jó, majd ha mutatni kell valamit, úgyis felállok. Közben már körbeadtam ilyen mindenféle prospektusokat, ezekről is lesz szó időközben. Annyit magamról hadd mondjak, hogy 2014 tavaszán voltam 3 héti tanulmányúton 3 ausztriai tartományban, Karintiában, Felső-Ausztriában és Burgenlandban. Itt tanulmányoztuk a felnőtt 3-2 másik társammal, tehát összesen 3-an. A Katolikus Ifjúság és Felnőttképzési Intézet Szegedi Egyesületének az önkéntesei voltunk, ők küldtek ki bennünket, és tanulmányoztuk a felnőttképzést, a felnőttképzésen belül pedig kifejezetten az időskori képzést. Az feltétele volt ennek, hogy részt tudjunk venni ezen a programon, hogy mindegyikünk 50 év felettinek kellett lenni, és tudni kellett németül. Pontosan azért kellett 50 év felettieknek lenni, mert már nem vagyunk annyira fiatalok, tehát van bizonyos elképzelésünk arról, hogy milyen is az az időskor. Hogy is kell hozzáállni egyáltalán az időskori emberekhez. Na most Ausztriában ennek úgy, ahogy a polgármester úr mondta, 25-30 éves gyakorlata van, tartományoktól függően más-más rendszerben. De a nagyobb részét a katolikus egyház szervezi ezeknek a felnőtt képzéseknek, nem csak az időskori képzésnek, az aktív korú felnőtt képzésnek is, de nem kifejezetten az időskorú felnőtt képzéssel foglalkoztunk. Többféle ága van. Képeznek, vagyis vannak lehetőségek időseknek nyelvtanulásra például, vagy valamilyen tankárszerű, tehát történelem, irodalom, zene tanulására is. De lehetőségünk van például számítástechnikát tanulni az otthonukban, ami óriási segítség. Ezek a képzőintézetek, akiknél mi például mi is voltunk, ezek az egyházi képzőintézetek összehozzák az idős embereket, a fiatalokkal, akik tudnak, és tanulják az iskolában a számítástechnikát, nagyon jól kezelik a telefont, a számítógépet, a bankkártyát, a nem tudom milyen kártyát, meg már milliómban, és őket például összehoznák, és ők elmondják, hogy mit, hogyan kell csinálni. Nagyon jó az idős embernek, mert nem egyszer hallja egy előadáson, amit aztán jól nem is felejt, mert ki a fene tud megtanulni mindjárt első hallásra. Ez a fiatal, ez az önkéntes látogatja rendszeresen az illetőt, vagy pedig megvan az a közösségi tér, mint például egy kultúrház, vagy egy
egy plébánia hivatal. Ausztriában például elég sokat használják közösségi térként a plébánia hivatalokat, és akkor ott tudnak találkozni megadott időpontban. Ezeket az önkéntes diákokat például nagyon elismerik. Elismerik, előnyt élveznek a továbbtanulásnál, és sok minden másban is, ami nálunk sajnos hiányzik. Nem, hogy a fiatal önkénteseket nem ismerik el, az idősebb önkénteseket sem ismerik el. Nagy hiba, ezen is változtatni kell. De a tanulásnak, vagyis a képzésnek ez csak egy bizonyos része. Vannak például olyanok, hogy beszélgetést lehet kérni, szintén ezen a képzőintézményen keresztül. Fontos olyan embereknek, idős embereknek, akik egyedül vannak, hogy néha valaki meglátogassa őket csak azért, hogy megkérdezze, hogy mi újság. Semmi házi munka, vagy nem tudom ezt, egyszerűen elbeszélget. Általában a gyerekek kérik, a távol lakó gyerekek kérik ezt ettől a képzőintézettől, hogy küldjön ki valakit. Természetesen ellenőrzött személyekről van itt szó, és szintén önkéntesekről, akik ezt vállalják, hogy egy héten egy órát vagy két órát elbeszélgetnek valakivel. És ekközben felmérik például azt, hogy milyen a frissessége, nem hagyta el véletlenül ott a tűzhelyen az ételt, amikor közben elkezdenek beszélgetni. Ugye sok mindent meglát egy ilyenre képzett ember. De ezeket az embereket is képezni kell. Tehát akik látogatóba mennek, őket is képzik, önkénteseket, vagy azokat a diákokat, akik segítséget nyújtanak az idősebb embernek, mondjuk a számítógépet bekapcsolni, vagy a telefonon megnézni az SMS-t, őket is képzik, hiszen csak úgy nem lehet oda küldeni senkit sehova. De összetett az időskori képzés odakint. Nem csak egy dologra kell gondolni ilyenkor, és nem tanulásra. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, nem tanulásra. Most, amit én most el szeretnék itt önöknek mondani, és nagyon szeretném, hogy meg fogja nyerni a tetszésüket, az az időskori képzésnek egy 10 alkalomból álló sorozata, amit igazából arra találtak, vagy azért találtak ki, vagy azért kezdtek el róla gondolkodni, mert egyre jobban kinyúlik az életkor. Hála Istennek, nagyon sok jó gyógyszerünk van, ugye, ami egyre jobban meggyújtja az életünket, a betegségek ellen tudunk küzdeni, viszont az időskor előre haladtával épülnek le a teljesítő képességek. Nagyon sok idős házra van szükség, ott kint is, nem csak Magyarországon, tehát ott, ahol gondozzák az idős betegeket. Ez az időskori demencia, amitől mindenki fél, mindenki retteg, mert tényleg mi van, ha ott felejti azt az ételt, és fölcsukja a házat, nem zárja le a gázt, vagy nem csukja be az ajtót, és valaki bemegy, és a többi, és a többi. Tehát nem kifejezetten azért kezdtek el foglalkozni tudományos szinten ezzel a dologgal, mert ez az embernek jó, hanem azért, mert ennek gazdasági haszna van. Ausztria gazdag ország, mondhatnák, könnyű nekik, van nekik rá pénzük, de attól gazdagok, hogy nem adják ki a pénzüket olyanra, ami fölösleges. És rájöttek, hogy ez nagyon nem fölösleges dolog, mert hogyha azt megnézik, hogy egy embernek egy intézményi kezelése egy év alatt mennyibe kerül, akkor ha ezt a pénzt ráállózzák ezeknek az önkénteseket felhasználva ezekre a képzésekre, sokkal nagyobb, sokkal kevesebb pénzből meg tudják húzni. Úgyhogy mindennek két oldala van. Na most ők komoly kutatásokat végeztek a Heidelbergi Egyetemnek professzorral tartott nekünk előadást Bécsben, ahol egy országos konferenciát tartottak, ahol mi is részt vehettünk hároman Magyarországról, és ők mondták el, hogy miket vettek észre az időskori elutulás folyamatának, nem a visszafordításában, hanem a késletetésében. Észrevették azt, hogy nagyon jó, hogyha valaki rendszeresen sportol, mert edzi a testét, de érdekes módon a rendszeresen testedzők között
és ugyanolyan százalékban vannak ennek a betegségnek, akik elkapják ezt a beteg, vagy nem elkapják, hanem beleérnek ebbe a betegségbe, mint ahogyha nem sportolt volna. De hogyha valaki nagyon sokat olvas, és könyvtárnyi könyve van otthon, őnála ugyanúgy kialakul, és nem tudták, hogy mi ez, hogy se ez nem használ, se az nem használ, akkor mi az, ami használ, és a hosszas kutatások eredménye azt mutatta, hogy azt használ, hogyha a kettőt együtt csinálja. Hogyha minden ideg szállát, ami létezik az embernek, megmozgatnak valamennyire, és lehetőleg egyszerre. Tehát azzal, hogy megemelem a kezemet, már valami mozdult az agyam. Ugye azt mondja a kezemnek, hogy emelkedj. De ha hallok valamit, akkor szintén mozdul az agyam. De sokkal jobb, hogyha hallok valamit, és arra mozdul a kezem. Tehát, hogyha együtt vannak a különböző érzékek, szerveinknek, meg képességeinknek a használata együtt van. És erre mondhatják azt, hogy akkor nagyon jó például a tánc, mert ugye a táncba halljuk a zenét, meg mozog a testünk, akkor az már kezd nagyon jó lenni. De hogyha belegondolnak abba, hogyha megtanultak táncolni, egyfajta táncot, akkor utána már nagyon jól megy, és már oda se figyelnek, és a lábaik viszik. És ez már egyfajta rutin, ami már szintén nem fejti ki azt a hasznot, amit kellene várni attól, hogy az agynak minden területe mozogjon. Éppen ezért nagyon szépen kidolgoztak egy rendszer, hogy hogyan lehet mozgással, szellemi torzulással, zenével és mozgással, zenével és szellemi tornával állandó karban tartani az agynak minden területét. És most hadd kérdezek, nem akarom hosszúra nyújtani az előadást, én tudnék róla órákig beszélni. Önök szerint melyik az a foglalkozási vagy tevékenységi kör, ahol leginkább használatban van az agynak minden része? Ötleteket kérem csak. Ezen kívül beszélgetés is. Nagyon jó. Na de a beszélgetéskor még nem mozdul, úgyhogy a fejtés most sem olyan nagyon. A tánc. Szól a zene. A tánc is, a zene is. Igen, szól a zene, a tánc, ez közel. Én se találtam volna ki, szó se róla. Én csak azért vagyok ilyen okos, mert megmondták. A zongorázás. Ugyanis. A zongorázásnál minden ujjat használnak, mindig két irányú, tehát két oldali, ellentétesen használják, ráadásul figyel a hangra, és még mozog is. Úgyhogy érdekes módon a zongoristáknak van a legkisebb esélye arra, hogy valaha időskori demenciába fognak szenvedni. De van azért jó hír is, nem tudom, hány zongorista van, én se vagy, van. Nagy zongorista. Van egy. Jól van, örülök neki. Azért is örülök neki, mert én most pontosan azért vagyok itt, és arra buzdítanám itt a jelenlévőket, hogy kérdezném meg, hogy esetleg igényelnének-e egy ilyen 10 alkalmas képzést, ahol megismerhetnék azt, hogy mik azok a tevékenységek. Mert mondom, van ebben minden. A mozgástól, a gondolkodáson át, a kreativitásig, tehát a rajzik, minden. Tehát, hogyha ilyenre igény lenne, én nagyon szívesen megtartanám. Én önkéntes vagyok, úgyhogy ezért külön fizetni nem kell. És akkor meg tudjuk beszélni, hogyha itt valakinek igénye van rá, és hogyha megengedik, egyrészt válaszolok bármilyen kérdésre ezzel kapcsolatban, amikor befejeztem ezt, de hogyha megengedik, és most itt vannak, és szabad, akkor mutatnék is valamit
Hogy körülbelül, hogy kell ezt elképzelni? A látogatás végén a klubtagok konkrét példákon keresztül ismerhették meg, hogy hogyan is zajlik az ilyen foglalkozás, mely láthatóan elnyerte mindannyiuk tetszését.